Nekem Geszeréd a világ közepe. Aki ezt vallja, Molnár Mihály, az Aranyszabja Társaság alapító tagja. Hogyan jut el az ember egy ilyen szép gondolat megfogalmazásáig? Bejártam a félvilágot a munkahelyem által, és én mindig ide visszavágytam Geszterédre. Itt érzem jól magam, itt éreztem jól magam mindig. Itt születtél? Igen. Itt jártál iskolába. Mesélj egy kicsit a gyerekkorodról. Hát itt születtem 1948, 8. hó 3-án. Geszteréd Mókussoron, ami a József Attila út. Ott éltem, ott a szüleimmel 6 éves koromig. Onnan elköltöztünk a Diószegi útra, és onnan jártam már iskolába. És se járda, semmi. Nem volt ilyen aszfaltút. Egy jó eső esett, egy nagy eső, akkor volt olyan, hogy édesapám szekére jött értünk az iskoláig. Mert nem tudtunk közlekedni, nem tudtunk eljönni. Gondolom, itt voltak a barátaid, itt játszottatok? Hát igen, itt játszottunk. Hát nem, mi nem nagyon játszottunk. A gyerekkoromra arra emlékszem, hogy a gyerekek játszottak, mi meg dolgoztunk. Az én apám nem nagyon engedett minket játszani, ha már a kapát felbírtuk emelni, nekünk menni kellett dolgozni. 4 voltunk testvérek, a legkisebbik húgom, 3 lánytestvérem van, a legkisebbik húgom 10 évvel fiatalabb, mint én. Lehet azt mondani, hogy én pellenkáztam ki, mert a szülők mentek dolgozni, és én rám bízták. Én nekem kellett tisztába tenni, megetetni. Az általános iskolát itt végezted? Igen, itt végeztem, itt végeztem el. És innen Pestre mentem tanulni, a 8 általános után, lakatosnak tanultam. Ez is egy hónap késéssel jött össze, mert előtte elmentünk 3 a oroszláni bányába, hogy bányalakatosok leszünk. Mikor odaérünk, azt mondták, hogy maguknak le kell menni a bányába dolgozni, vagy nektek, és mi ott hagytuk mind a 3. Úgy volt, hogy abban az évben nem is megyek. Nem kezdem el az iskolát, közben egy barátom lakatos volt, leveleztünk, és kérdeztem tőle, hogy te nem vennének még engem odafel? Dehogy nem az. És így egy hónap késéssel mentem tanulónak. Ez Budapest 13. kerület, Frangepán utcai fémmunkás gyárnak mondjuk, igen, akkor gyárnak mondtuk. Nem volt Nyíregyházán vagy Debrecenben lehetőség, hogy lakatosnak tanulj? Hát én nem próbálkoztunk akkor, minden a Pest volt, én nem tudom, minden előttem levő osztálybeliek vagy korabeliek is Pesten tanultak. Aztán ott is maradtál dolgozni. Igen, 3 év tanulóidő letelte, utána még ott maradtam 3 évet. Egy épületlakatos műhely KTS-nél kezdtem. És utána elmentem a tejiparhoz, ugye jobb fizetést ígértek, és akkor csavarogtam az egész országba. Tejipari gépeket javítottunk. Hát ugye, és onnan vonultam be katonának végül is. 70. január 16-án, ez is egy népszámlálás miatt mentünk egy kicsit később, 2 héttel később. Bevonultam, ugyancsak Pestre vonultam be katonának. A kiképzésem Csepelen volt, Cseperről átkerültünk a kiképzés után a Kunigunda utcába. Egy ilyen építőszázadnál voltam. Mondtuk is egymásnak, hogy nem állj vagy lelőlek, hanem állj vagy eláslak. Első évben innen elküldtek tisztes iskolára, azt hiszem, hogy november végén, november elején. Ezt tartott ez a kiképzés, de karácsonyig. És úgy lettem másodéves katona. Utána mi képeztük a mi velünk egyidőseket januártól,
márciusig, mert jött a jó idő, akkor dolgozni mentünk. A Semmelweis Orvostudományi Egyetemet bővítettük akkor mi. Civilekkel dolgoztunk együtt. Onnan elkerültünk Szászalombattára, mint katona. Ott meg akkor épült az erőmű 71-be, a szászalombattai hőerőmű. És ott voltam a leszerelése még. Leszereltem, aztán akkor ismerkedtem meg a mamával. Annyi évet töltöttél már Pesten, és azt gondolná az ember, hogy megszokott, és ott maradt. Aztán igen, te mégis nem, hazajöttél. Nem tudtam megszokni. Nem tudom, miért mindig hazavágytam. Hát, hogy hazajártam én két hetente a honvédségtől is, az utóbbi idő, a másodévben, de nem tudtam megszokni. És itt elhelyezkedtem Miskolcon. 72. szeptemberében már meg is nősültem itthon. A feleséged szintén geszterédi. Igen, igen, geszteréden született. Hát egyidősek vagyunk, ő egy évvel később járt iskolába, mivel szeptemberi születésű, de nem nagyon ismertük egymást előtte. Valahogy egy bálba ismerkedtünk meg, ez még azt hiszem a tanuló idő szakom alatt volt, de nem jártunk együtt, egy párszor találkoztunk, de hogy leszereltem, újból összejöttünk, és szeptemberben meg is esküdtünk. Ő itt volt, óvónő, itt dolgozott, én is hazajöttem a hajdúsági parművekhez dolgozni, mint lakatos. Hát itt tevékenykedtünk. 74-ben megszületett az első gyerekünk, Misi. 75. decemberben Pisti, és 80-ban meg egy kislányunk született, Szilvike. Mit csinálnak a gyerekeid? Mind a három Debrecenben van. Misi fizikus, doktorált fizikus. Pisti rendőr akart lenni. Mindig ő az is lett. Hát most, mint alezredes nyomozó, úgy dolgozik. Szilvike tanár, tanítónéni. Ő most jelenleg Gyesen van otthon a kislányával. Hány unokátok született unokánk, a három gyermektől? Hál' Istennek 6 unokánk van. 3 lány, 3 fiú. Misikének 2 fiú van, Misi fiamnak. Pistinek 2 lány. Szilvikének 1 fiú és 1 lány. Hát nagyon aranyosak. Mennyi idős a legnagyobb? És a legidősebb 15 éves Misike, és 184 cm magas. A legnagyobb a családban. A legkisebbik, a Pistiéki, az 4 éves. Nem akartad, hogy a gyerekeid itthon maradjanak? Hát ez, de szerettem volna, mivel hogy nekem volt 25 hektár földem, abba gazdálkodtam 94-től a rendszerváltás után licitáltam 24 hektár földet, és abba gazdálkodtunk a gyerekekkel együtt, napszámosokkal is, és hát mondtam, hogy fiúk, ha gondoljátok, itt a traktor, itt van minden, lehet, nem muszáj menni tovább tanulni, itt lehet dolgozni. Akkor még kellettek is az áruk. Elég jó. De ők nem szerettek itthon sem maradni, mert a kapálást megunták ők velem együtt. Így elmentek mind a hárman Debrecenbe. Meddig gazdálkodtál? Hány évig tartott ez az időszakot? Gazdálkodásom 2010-ig, addig intenzíven. És utána, ahogy nem kellett a gyerekek, hogy nem tudtak hazajönni, és nem maradtak itthon, abba kellett hagynom, mert 3 műszakot dolgoztam, míg a téglási gyárba jártam, ott, mint TMK lakatos, itthon is lakatoskodtam,
a faluba kerítéseket csináltam, teraszokat, ajtókat, és plusz dohányt termeltünk. Úgyhogy nagyon belefáradtam a munkába, így abba hagytam. Eladtam egy fölnek egy részét, most a többi részét meg kiadtam bérletbe. A sok munka mellett, a gazdálkodás mellett mindig volt időd egy kis társadalmi munkára is, ha téged éppen felkértek arra, akkoriban ez nagyon divat volt. Igen, mint lakatos, elég sokat dolgoztam a hivatalnak, az iskolának is. Akkoriban a futballpályát körbe kerítettem, a mostanihoz hasonlóan, de az vagy 2 év alatt ezt elvitték, felszedték és elvitték a vasgyűjtők. Hát olyan volt ez a társadalmi munka, hogy félig meddig hivatalosnak kellett volna lenni, de ugye társadalmi munkát is. Az én tanácselnököm az annyira rugalmas volt, hogy felét mindig lehúzta, hogy társadalmi munka. Ha ki volt egy összeg, akkor ő, hát azt mondja, ennek fele társadalmi munka. És én ezt mondtam neki akkor, hogy ha mindenki ennyi társadalmi munkát végezne, mint én, akkor mi adnánk kölcsön Amerikának. Ezen mindig is derültünk az öreg bújdosó Miska bácsival, akkori tanácselnökkel. Mindig felhozta, ha találkoztunk. Ugye, hogy jó, kiszúrtam veled. És ezen mindig derültünk. Úgy tudom, hogy van egy olyan munkád is, amire az utókor is még fog emlékezni, és reméljük, hogy fennmarad. Ez pedig a katolikus templomnak az ablaka. Hát az akkori pap, Kaszab Béla, atya felkért, hogy csináljak. Megcsinálnám-e a templomban az ablakokat, mert ablakcsere volt, vasból, és hát mondom, miért ne? És ilyen szenteket is, ilyen szenteket ábrázoló alakokat is kellett csinálni rá. Hát igen, ez egy elég nagy felelősséges munka volt, nekem felelősségteljes. Másodmagammal csináltam, egy barátomat elhoztam, munkatársamat, és ővel csináltuk meg ezt. Hát most is én jó szívvel nézem meg, ha bemegyek a templomba, hogy én csináltam, hogy ez. Hát ez nekem egy nagy öröm végül is. Az életutadat végignézve nagyon sokat tettél a faluért, nagyon sok mindent csak úgy, fizetés nélkül megtettél, és ez nem szűnt meg ma sem. Aranyszabja társaságnak tagja vagy, és bármi adódik, akkor te rögtön ott vagy. Egy telefon, és te jössz, akármit kell csinálni. Szívesen csinálom. Hát tudom, hogy ez nagyon fontos. Itt Geszterédnek ez az Aranyszabja, hogy itt találták meg, itt. És bármikor, ha az erőm engedi, akkor én nagyon szívesen segítek mindenbe. Hogyan telnek napjaitok manapság? Hát a kertbe dolgozgatunk, termelünk kis paprikát, paradicsomot, krumplit, gyümölcsöket, és vettem egy pálinka főzőt, és a saját gyümölcs, megtermelt gyümölcsünket, én kifőzöm saját részre. Másnak nem főzök, csak a sajátomat főzöm. Ketten vagytok most már ebbe a nagyházba. Hát sajnos, igen. Ketten vagyunk. Elég nagy is nekünk kettőnknek már. Hát hazajönnek néha itt ricsajoznak a gyerekik. Akkor tele van a ház, mert hat unoka itt bejárják kerékpárral a kertet, hagymák közt, minden közt kerékpároznak. Mi az, amire legbüszkébb vagy? Így már az idősebb kor, ha eljön az ember, néha számot vet. Hát én a gyerekeimre vagyok a legbüszkébb, meg az unokákra. Arra, hogy a gyerekeim megtalálták a helyüket, és
rendes emberek, és rendes családot nevelnek. Ez ami engem éltet minden napjaimba. Hogyan látod a falu helyzetét? A fiatalokat hogyan lehetne itt tartani? Hát itt munkahely kellene, végül is a fiataloknak, de nem hiszem, hogy itt annyira van rá lehetőség, ugye nagyobb, valami nagyobb cég kellene. Még azzal lehetne sokat javítani, ha jobban, egy kicsit összkomfortosabbá tennék a falut. Szennyvízhálózat például, ami nincs, vagy az utak, a fő átmenő út. Tehát fel kéne javítani, és remélem, hogy jobb lesz a közlekedés, akkor már kijönnek városról is ide, és meg könnyebben be tudnak járni. Szívesebben bejárnak, jó úton. Téged végighallgatva valóban úgy érzem, hogy neked Geszteréd jelenti a világot, a mindent. Szeretsz itt élni, szerettél itt élni. Mit üzennél azoknak, akik utánunk jönnek? Tanuljanak először is, tanuljanak nyelveket, tanuljanak, mert most már a nék nagyon megy, képezzék magukat, meg hallgassák meg az idősek jó tanácsait, fogadják meg.